Nagyon nehezen kér, mert mindig mindent a végletekig megpróbál kigazdálkodni abból a szűk koordinátából, ami megadatik ebben a hatalomban. Éppen nézegettem a Márainak egy vers részletét, ami olyan aktuális, hogy olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jöttek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven döfik azt, akinek jelleme van. Ugye aktuális? Aktuális, abszolút aktuális. A feladatokat nem egy földi hatalom adja az embernek, hanem mindenható bíz meg azzal, hogy helyette, hogy valahogy a középkorban megpróbálták elképzelni Istent, és azt mondták, Istennek nincs karja, amivel megöleljen, és ezért van szükség a mi kezünkre. És hogy úgy mondjam, ha én ezt el tudom képzelni bibliai, antropológiai és teológiai ismeretek alapján, Istennek nem hátránya az, hogy nincs keze, tehát hogy nem szorítható be formai korlátok közé, mint ahogy mi, akiknek szükségünk van ilyen segédeszközökre, az, hogy valamit végrehajtsunk. De jól találta ki, hogy mindez önmagunk emberré válásában legyen nekünk fontos szerepünk. Nélkülünk nem akar és nem tud emberré formálni minket, de ugyanúgy a világban lévő feladatok hoz az eszközök és a hozzávalók bőségesen megvannak. Kérdés, hogy valaki hozzá akar-e nyúlni a dologhoz. De most mindig vannak olyan idők, amikor politikailag lehetetlenül el az ember, ugye a szegényeket támogató alap létrehozása idején házkutatások zajlottak, és rendőri zaklatás azért, hogy használt ruhaneműt gyűjtöttünk, pénz nagyon kevés volt, és mostanra is, most épp napjainkban következik el a házi orvosi rendszernek az államosítása, az akadémia bedarálása, a civil szervezetek zaklatása. Ez újra és újra eszébe jut minden hatalomnak jobbról és balról egyaránt, hogy lefékezze, maga alá gyűrje azt a kezdeményezést, vagy azt a mozgékonyságot, amivel emberek ráéreznek arra, hogy nem a hatalom engedélye kell ahhoz, hogy észrevegyem, hogy mi igazítani való van a világban, hanem ezt egy sokkal nagyobb és nagyvonalúbb hatalom mutatja meg nekem, és neki adok igazán számot, a hatalom birtokosainak is pedig reszketéssel kellene figyelniük arra, hogy a fölöttük lévő királyok királya és uraknak ura mit akar, és ha nem azt teszik, hanem saját zsebüket tömködik, saját politikai karrierjüket építgetik, akkor számíthatnak Istennek mindenféle büntetésére, meg hát a történelemnek a megvetésére is, vagy arra, hogyha nincs más büntetés, mint a szörnyű unalom és üresség, ami eltölti azokat, akik hihetetlenül drága dolgokat vásárolnak fölöslegesen, cipőt, órát, táskát, és más egyebet, amiből egy milliószor olcsóbb is ugyanazt a funkciót betölthetné, és sosem élik át annak az örömét, hogy mit jelent helyzetbe hozni valakit, akinek mindez nem adatik meg. Hogy milyen öröm egy iskoláskorú gyereknek, ha van táskája, akármilyen, vagy van cipője, amiben elmehet az évnyitóra, évzáróra, vagy egy iskolai ünnepségre, vagy van a családnak tüzelője, vagy sikerül megoldani, hogy be lehessen járni eldugott vidéken, iskolába, vagy vásárolni a legközelebbi nagyobb településre, és nem az a gondjuk, hogy,
hogy így vagy úgy rejtegetett, hazudott magánrepülővel tudnak-e fölösleges szórakozásokra járni, vagy macskát állatorvoshoz vinni Amerikába, hanem hogy be tudnak-e jutni egy sárga busszal az iskolába időben, vagy az orvoshoz el tudnak-e jutni, mert az országnak olyan részein élnek, ahol ez mind-mind-mind óriási problémát jelent. Na most ebben segíteni nekik, hogy helyzetbe kerüljenek. Ez sokkal nagyobb öröm, mintha az ember maga alatt tudhat minden sajtót, minden gyárat, minden üzletet, minden kapcsolatot, minden oktatási intézményt, és így tovább. Az, abban nincs öröm. Az egyfajta gátlástalanság, amit a Biblia szerint a világon triumfálni akaró sátántól lehet igazán megszerezni, mert amúgy normálisan nem. Úgy van a dolog kitalálva, hogy segítsünk egymásnak és működjünk együtt. Nem úgy, hogy uralkodjunk és nyomjuk el a másiknak a szándékait. Még azok a nagyon fontos rendszeres támogatási igények az átlag jó indulatú emberektől, aminél szívesen fogadod, mert ma szükség van rá. Igyekszem elkerülni azt, hogy külön kérjek, és ezért fogalmaztam az előbb úgy, hogy fölfelé sem kunyerálásokat ereztek el, vagy kétségbe esett jajgatásokat, hogy mi lesz velünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szorongás olykor bennem, hogy vajon meg tudunk-e oldani valamit, hanem lehetőséget akarok adni embereknek arra, hogy részt vegyenek valamiben, aminek én is csak szervezője és postása vagyok, továbbító személy. És hát amikor megpróbáltuk végig gondolni, hogy mi az, ahonnan a támogatás hiányzik, akkor két csoportra osztottuk a dolgokat. Az egyik a mindennapos hiányainknak a halmaza, a másik pedig a beruházásokban való ellehetetlenülésünk, hiszen itt van például a főiskolánk új épülete, amire pályázati pénzt nyertünk, és 2010-ben villám gyorsan első intézkedések egyikeként kicsavarták a maradék pénzt, egészet el akarták vinni, de tényleg hetek alatt fölrántottuk szerkezetkészre az épületet, de azért az utolsó harmadát ennek az összegnek elvitték, és azóta nem tudtuk befejezni ezt a házat például. Aztán hát sok ilyen az akadálymentesítés ütközik nehézségekbe, egy nemes lelkű felajánló segítségével talán a főiskola egyik liftje, kiüresített liftaknája helyén működni kezd ennek az évnek a végén, de szükség volna itt még egy liftre és a nyíregyházi idős otthonunkba, hogy bővíteni tudjuk a lehetőségeket akkor is, hogyha látható, hogy az új férőhelyeket nem fogja befogadni a magyar állam. Ha más fordul hozzá, akkor befogadja, ha mi, akkor nem teszi. De vannak dolgok, amiket akkor is csinálnunk kell. Ilyen például az Abolykéri iskolánk is, ahol elindítunk olyan szakokat, amelyeket azért indíthattunk korábban, mert megteremtettük a műhely hátterét, és fölvettük a szaktanárokat, majd közölték velünk, hogy olyan képzést nem folytathatunk. Tehát mondjuk például asztalos üzemünk volt, de helyette virágkötészetet indíthatunk. Na most nem akar senki azon a területen igazán virágkötő lenni. Asztalosra viszont szükség lenne, könyvesre szükség lenne, szobafestőre szükség lenne, ácsra, állványozóra, igen. Ezekben nem igazán indíthatunk. Mégis úgy láttuk, hogyha van jelentkező, akkor elindítjuk akkor is, hogyha erre nem kapunk semmiféle állami támogatást, de hát ezek mind-mind viszik az amúgy is szűkös keretet. Na most a mindennapos gondjaink, az például a gyerekétkeztetés. Ugye van körülbelül 3000 gyerekünk közoktatásban, általában havonta 20 napot számolunk az iskolában eltöltött időre, amikor háromszori étkezés van,
És ugye van a nyári szünet még, vagy nyári-téli szünet, amikor ebben nincs az iskolában étkeztetés, van, ahol erre szán a kormány pénzt, de ez örökké akadozik. Ugyanez van a hajléktalan étkeztetésben is, akkor is, hogyha valaki egy hihetetlenül nagy, több milliárdos összeget kapott arra, hogy majd ő fog élelmet előállítani a hajléktalanok számára, és ezt a táblát ki kellett tűznünk, hogy mi is részesülünk ebből a pénzből. Megtévesztő a tábla, mert olyan, mintha mi kaptuk volna ezt a közel 5 milliárd forintot. Nagyon sokszor ehetetlen. És ide szállítják, de megmarad, mert nem tudják az emberek megenni. És nem jó megközelítés, hogy örüljenek, hogy egyáltalán kapnak. Mert azért talán ott nem tartunk, de úgy számoltunk, hogy ha egy gyerek napi háromszori étkeztetése az 1000 forintba kerül, akkor nekünk 3 millió forint naponta az, hogy minden gyerekünk kapjon enni megfelelő ételt, meleg ételt is, és természetesen hideget is. És nemrég voltam egy határszéli kis óvodában, nem hozzánk tartozik, és üres kenyér és alma volt a gyerekeknek az uzsonnája. És akkor összeszorult ugye a szívem, és arra gondoltam, hogy talán itt nem kéne tartanunk, hogy ez legyen, vagy néhány éve és megmaradt pénzből valahol disznót öltünk, és átjöttek az óvodából lábassal, mondván, hogy most már saját zsebből sem tudtak ennivalót venni a gyerekeknek, és ez nem jól van, nem kellene itt tartanunk, nem kellene a pénznek egy irányba elfolyni a őrült ötletekre, és ha említetted, hogy nehéz kérnem, akkor ez azért is van, mert olyasmire kell pénzt kérnem, ami az adóból meg lenne. Tehát olyan embereket kérek még egyszer, akik talán már valahol adóztak, és azzal az állammal szemben, ami ezt önkényesen, fölösleges, bántóan fölösleges dolgokra fordította. De én a szükségben kell, hogy beszéljek a dologról, és nagyon sokan, nagyon-nagyon tisztességes módon küldtek támogatást, említettem már azt a férfit, aki természetbeni felajánlást adott, más jelezte, hogy tud egy helyet, ahol több tíz iskolapad van, hogy kellene esetleg nekünk, megint más pénzt ajánlott fel, kisebb-nagyobb összegeket, mert beleírtam ebbe a levélbe, hogyha valaki egy gyereknek az egynapi étkezését támogatja, az is nagyon nagy dolog. És ilyenek is vannak, akik egy gyerek egy napi 1000 forintját elküldik. Ha van már 1000 ilyen ember, aki 1000 forintot ad, az már az egyharmada annak, amiben a napi étkeztetés belekerül. Szóval kérni nem olyan könnyű, bölcsen kérni sem, és annyian vannak, akik becsapják az adakozó jószívű embereket, ezért próbálunk megtenni mindent azért, hogy amennyire, amilyen alaposan csak lehet, bizonyítsuk, hogy mire mennek el ezek a pénzek, vagy nyitottá tegyük a gazdálkodásunkat, amennyire csak lehet, mert ugye sok-sok gyanakvás van, hát a hatalom éppen a maga ellenőrizhetetlensége miatt akar mindenki mást ellenőrizni, hogy ne merjen senki rákérdezni, hogy ők viszont mire fecsérlik el a pénzeinket. De a természetbeni adományok között van az élelmiszerbank időnkénti adománya, ezek megmaradt gyümölcsök, zöldségek, aztán van, aki pék, aki kenyeret kínál fel, van a nagyszerű, csodálatos ember, egyetemi tanár, akadémikus, Korinek
professzor úr, aki kitalálta a magyarok kenyere akciót, és bár őt kiszorították saját ötletéből, ma már nem ő fémjelzi ezt a próbálkozást az utolsó ilyen alkalommal, mégis amikor őt eltávolították, még maradt ami számunkra egy 10 tonnányi liszt, és bőven kapunk használt ruhát, komoly tárolási gondjaink vannak, bútort is elfogadnánk, ha el tudnánk szállítani, és el tudnánk helyezni addig, amíg felhasználót találunk. Itt nagyon-nagyon nehéz gond ezt hol tárolni addig, amíg kiderül, hogy kinek kell ágy, kinek kell szekrény vagy szék, mert ez nem ugyanaz, és nem lehet valakire rányomni lakásból lakásba az ilyenfajta felajánlásokat, és hát akad olyan is, aki munkát ajánl fel, hogy ő önként vállal valamit. Sokszor elmondtam már egyszer, egy asszony, aki rendszeres anyagi támogatást adott így karácsony táján, azt mondta, hogy vásárlás közben meglopták őt, és oda veszett az a pénz is, amit nekünk tett félre, de fölkínál 3 napot, amikor eljön ide dolgozni, szabadságot vett ki, és azt a munkát elvégzi, amit rábízunk, ha az takarítást, ha ágy melletti segítség, akkor azt, bármit, értelmiségi ember volt egyébként, és szép csendben ezt meg is csinálta, 3 napig dolgozott itt. Tehát mi egy olyan hely vagyunk, ahol az is dolgunk, hogy lehetőséget adjunk embereknek, hogy átéljék az adásnak az örömét és a jellemformáló erejét. Na most itt még egy apró dolgot mindenképp meg kell említenem, és ez a szegény gyerekeket fogadó óvodánknak az örökös problémája. Ugye évekkel ezelőtt egy újságírónő írt egy nagyon figyelemfelkeltő cikket, és ő elnevezte hajléktalan óvodának ezt a helyet. Valóban fogadtunk be olyan gyerekeket, akik méltatlan körülmények közt laktak pincébe, autóba, itt-ott, amott, vagy akiknek az állampolgársága tisztázatlan volt, és mondjuk Erdélyből, sokak naív elképzelésével szemben Erdélyből ugyanolyan nehéz magyar állampolgársághoz jutni. Erdélyből áttelepülteknek, mint ha valaki Szíriából vagy Iránból érkezik. Ugye a nyelvi gondok nincsenek, de azért beletelik 18 évben is, mire esetleg ez elintéződik, és addig kimarad sok-sok juttatásból, például óvodából, mi egyetemet elvégezheti, mire az állampolgárság megvan. És ide mi ebbe az óvodába befogadtunk ilyen gyerekeket is, de ez elbillent ez a dolog abba az irányba, hogy nagyon sokan úgy akarnak adni, hogy ezzel a saját jóságukat nagy nyilvánosság előtt tudják bizonyítani, fényképezkedni akarnak a gyerekekkel, filmet készíteni. Nagyon sok ilyen kérés jött, hogy saját portfóliójához vagy valami egyéb dologhoz, hogy gyártson itt képet arról, hogy ő miként adakozik és szereti az elesett gyerekeket, vagy olykor közel harcot kell vívni, hogy ne hordják be a használt gyerekjátéktól kezdve, akár új dolgokig mindezt, amit hoznak, mert ők akarják átadni a gyerekeknek teljesen szükségtelen módon, miközben vidéken van 10 másik óvodánk, ahová ezek nem jutnak el, és hát kísértést jelent még az ott dolgozó munkatársainknak is, hogy valami nő módon eszükbe jusson, hogy esetleg nekik is van ilyen kisgyerekük, és így tovább. Emberek vagyunk. Tehát az adni tudás, az elfogadni tudás, a továbbítani tudás, a hiánynak a megélése és pozitív módon való feldolgozása, ez mind ugyanabban a körben mozog, és nekünk készeknek kell lenni bármelyik ponton segíteni. Az egyszeri adományt igénylő gondjaink és a nem egyszerit, melyik az, amit a legfontosabbnak tart? Körülbelül 3-at tudnak megjegyezni. A rendszeres támogatást igénylők közül a
gyerekek étkeztetése, ami egy nagy teher, mint mondtam, napi 3 millió forintunkba kerül, vagy egy gyerek egy tanévre kivetített ilyen támogatás, az 250 ezer forint. Ezek közül a másik, amit megemlíthetnék, a hajléktalanok étkeztetése, ami meg havonta, az egy kisebb összeg, havonta 4 millió forintot jelent, és talán a kórházi ágyak működtetése, mert összesen 66 ágyból mindössze 40 helyet finanszíroz az OEP, és a többire vagy tudunk hajléktalan férőhelyi finanszírozást biztosítani, ami töredéke a kórházi ellátásnak, de a maradék 20-26 ágy, vagy ugyan itt a kórház területén a fertőtlenítőnek a működtetés, az megjegyezhetőbb. Egy fertőtlenítés körülbelül 4000 forintba kerül, és ebből 20-30-at elvégzünk naponta úgy, hogy semmiféle támogatást nem kapunk. Sem fertőtlenítőszert, sem gumikesztyűt, de az ANT ezt már ellenőrzött bennünket. Hát ezek talán a legszükségesebbek, de ugyanígy küzdünk forráshiánnyal az anyagyerek otthonban, vagy a menekült szállónk működtetésében, ami 1993 óta működik, vagy a főiskolánk, a Veszdi Főiskola működtetésében is. Na most az egyszeri adományt igénylő dolgok közül, hát nem tudom, melyik kezembe harapjak, mert nagyon fontos lenne az idősek otthonának a bővítése Nyíregyházán, a 16 ágyjal működünk, a hely maga megvan, nagyon előre haladott állapotban van az emeleti rész, illetve egy földszinti szakasznak a befejezése. Hát itt ágyra vagy négyzetméterre szokták átszámítani a dolgokat, és hát a forrás igényt tekintve 30 férőhelyben talán 2 millió forintba kerülne egy ágy, egy újabb ágy, illetve egy lift, aminek olyan 8-10 millió forint a bekerülési összege. Ezek lennének talán a legfontosabb dolgok, és ezekben is úgy van, múltkor arról beszéltünk, hogy a liftnél a magasságot centiméterekre kéne fölosztanunk, és azt mondani, hogy valaki megvehet egy centit a liftnek a menetéből. Hát összerakosgatjuk, hogyha kicsit ételekből ad valaki, illetve másonnan is szerezve pénz, benne van az ő adománya is abban, hogy a lift elindul és járni kezd, és a betegeket el lehet a földszintről az emeletre juttatni, vagy az emeletről az ebédlőbe, ami a földszinten van. Ezek fontos dolgok. Nem tudunk pályázni, ki vagyunk zárva pályázatokból is. Tehát miután évekkel ezelőtt alkotmánysértő módon elvette az egyházi státuszunkat a kormány, ezért most már 7 éve küszködünk azzal, hogy se kiegészítő támogatás, se pályázati lehetőség, és ugyanakkor képmutató módon állítják, hogy az alapnormatívát azt megkapjuk, azt nem tudták eddig megtagadni, hát egy-egy évre hosszabbítják meg a megállapodást, de hát az a költségek 50%-át jelenti. Furcsa érzés, és néha komikus, néha fárasztó is, hogy tegnap meghívott egy történelmi egyházhoz tartozó lelkész beszélgetésre és kis áhítatra, vasárnap volt, és elmondta ott név nélkül, hogy már kapott telefonokat kollégáktól is, amiben hát aggodalmuknak adnak hangot, mert ugye ő kitette a gyülekezet Facebook oldalára, hogy én leszek a vendég, és hát egyesek súlyos aggodalmuknak adtak hangot, és
láttam olyan belső levelezést, a megfelelő minisztérium belső levelezést, valahogy a szél oda fújta hozzám azt a papírt, amiben egymás között arról cserélnek eszmét ottani munkatársak, hogy hogy lehetne megakadályozni azt, hogy mi, illetve az iszlám közösség befolyásra tegyen szert az iskoláskorú gyerekek között. Tehát ha mi hatunk az iskoláskorú gyerekekre, és nem csak a központi propaganda, vagy akik beállnak e mögé, akkor itt szörnyű dolgok történnek. Na most, ha közömbös lenne, amit képviselek, ami egyszerű, örök, és nem én találtam ki, a Jóisten találta ki, hogy az ember legyen szabad, mert másképpen nem tud hatni ebben a világban. Legyen módja arra, hogy kifejezze önmagát, és ne azt szajkózza, amit kérész életű hatalmak elvárnak tőle. Nem képviselek mást. Nem arról van szó, hogy én valamit ki akarok találni az áldott jó központi hatalom áldozatkész munkájával szemben, csak hogy valami gonosz, romboló eredményt hozzak létre, hanem az örök értékekhez akarok ragaszkodni. Arról, hogy hogy fogadjuk el türelemmel, alázattal, hogy a nap keleten kell fel, és hogy ne akarjunk azok mögé felsorakozni, akik ezt meg akarják változtatni, vagy hogy a folyók irányát ne befolyásoljuk. Ez hasonló probléma az is, hogy szeretném mindig elmondani, hogy Isten szabadságra teremtette az embert, és arra, hogy felelősséggel legyen jelen, és hogy neki adjon számot, nem zsarnokoknak, akik őrült ötletei miatt már lángba borult nem egyszer ez a világ is megsemmisültek, csodálatos emberi életek és értékek. És én ezen fáradozom. Na most, hogy tetszhetne ez annak, aki az ellenkezőjét akarja mindennek, aki csak igeneket, bólogatásokat, tértajlításokat és lábcsókokat tud elképzelni, én pedig hiszek abban, amit a mindenható, a szegény megrendült illésnek mond, amikor az öngyilkosság gondolatával játszik, és meghagytam 7000 lelket, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden ajkat, amelyik nem csókolta meg őt. Hát én ezekre az emberekre akarok figyelni, és nekik segíteni, bennük tartani a lelket, hogy tartsanak ki, mert mindig eljön legsötétebb éjszaka után is a reggel.